Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit, Önök a Weekend című kulturális magazin műsorunkat látják szenteste előtt egy nappal. Vendégünk lesz Szabó Tamás görög katolikus pap, aki a karácsonyra való lelki készülődésről osztja meg velünk gondolatait. Az ünnepi díszlet mellett ünnepi zenével is várjuk Önöket, majd egy a szakmája iránt végtelenül elhivatott vendég érkezik, aki az épületvetítésben alkot maradandót. Nyíregyháziként Tokióban nyert világversenyt, a japán fővárosba meg is hívták, az ottani élményeiről mesél nekünk Varga Zoltán. Színházi előadásokat is ajánlunk, tartsanak velünk, már is kezdünk. A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe előtt állunk, a lelki készülődésről Szabó Tamás görög katolikus pappal beszélgetünk. Jó estét! Jó estét! Üdvözlöm a kedves nézőket is! Talán ebben az időszakban a legtöbb ember arra vágyik, hogy béke legyen a szívében, hogy nyugalom legyen az otthonában, és a legtöbben ezt úgy varázsütésre szeretnénk elérni, hogy jó, még 18-án dolgozom, de már 19-től egy kicsit áthangolódok, és akkor majd 24-ére megérkezik az otthonomba, és a szívembe az a vágyott állapot, amit a legtöbben tényleg idilli állapotként képzelünk el, de hát nem mindig érkezik meg. Jogos elvárás, hogy ilyen instant módon jussunk el a lelki békénkhez, és minél gyorsabban, vagy azért ezt nem így mérik? Tehát szerintem gyorsan békéhez eljutni két ellentétes fogalom, és azért azt is merjük kimondani, hogy egyes kutatások szerint a magyar családokban a legtöbb vita december 24-én zajlik. Valószínűleg azért is, mert akkor mindenki hazaérkezik, és pont azért, mert nagyon akarunk valamit. És valamiért a karácsony mindig összekötjük ezzel a békességes hangulattal, pedig megint nem volt még az első sem az. Ha belegondolunk, hogy az egész betlehemi történet nem egy ideális állapot volt, nem egy meghitt családi kandallós, jó hangulatú, gyertyafényes, hanem rendesen vitákkal, feszültségekkel, Augustussal, aki nagyon komoly harcokat folytat, egy otthontalan családdal, a kettő nem mindig tartozik össze. Az más kérdés, hogy jogos az igényünk rá, mert valamikor keressük azt, hogy valahol az ember elcsendesedjen, megnyugodjon, de oda nem lehet gyorsan eljutni, oda csak lassan lehet eljutni, és talán ezért a készületnek az egyik legszebb része lenne, amit így mondanánk, hogy meg kellene tanulni a következő napokban belassulni egy kicsit. És nem csak a munkatempunkban, nem csak az, hogy mindent elintézzünk, hanem az információ mennyiséggel is, hogy mennyi információt kapunk. Szeretem ilyenkor a pásztorokat idehozni, mert ugye ők odaérkeztek, ők ott voltak. Ha az ő életüket megnézzük, egy milyen elcsendesedett élet az, amikor kint vannak, csak a tüzet nézik, nincsenek információk, nincsenek hírek, nincsen benzináremelkedés, nincsen amerikai elnökválasztás, semmi nincsen, csak maga az ember. Én azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb lépcső, hogy merjünk kizárni sok mindent ezekben a napokban. És nem csak azzal, hogy bezárjuk a házunk ajtaját, hanem kicsit ez az információs ajtókat is érdemes bezárni, és csendbe befelé fordulni. Nem véletlen, hogy a pásztorok tudtak énekelni, mert az éneknek is van egy ilyen megnyugtató jellege. Nem csak amikor az édesanyja kezébe veszi a gyermekét és ringatja és énekel neki, hanem nekünk is szükségünk van rá. Nem véletlen, hogy a magyar szokásokban rengeteg énekel van a karácsonynak. Mert ezek általában egy ilyen, merem mondani, nyugodt ritmusú énekek, egy kicsit ilyen andalító énekek, egy kicsit megnyugtató ének dallamok világa. Hát ilyeneket kell tenni. Nem mondják azt a híveid is, illetve azok, akikkel azért naponta beszélgettek ezekről a kérdésekről, hogy jó, hát kizárhatom a külvilágot, nem nyitom meg a közösségi médiákat, nem nézek híradót, de attól még a világ körülöttem dübörög, akkor nem az történik majd, hogy januárban a nyakamba omlik minden, amit én tudatosan kizárok azért, hogy egy viszonylag békességes szívvel ülhessek a karácsonyfa alatt. Tehát, hogy ki lehet-e zárni a világot, ami egyre eszeveszettebben dübörög, és gyakorlatilag a legtöbb ember úgy érzi, hogy nincs hatalma semmi fölött, ami a feje fölött történik. Pontosan, ezért kell kizárni. Nagyon helyes a fölvetés. Tehát a világ dübörög tovább, januárban ugyanúgy nyakunkba szakad minden, ezért kell megajándékoznunk minket egy pár nappal, amikor elcsendesedünk. Megint csak az eredeti betlehemi történetet hozom, hogy az angyal miért csak a pásztorokhoz ment ki.
nem egy jó marketing volt, valljuk be őszintén. Ha elmegy a városba, ami felzúdul, ahol jöttek az arándokok, jöttek a népszámlálás az emberek, tele van, megy az élet, nyüzsög, adventi forgatag van, a szabad ezt mondanom, oda miért nem megy el az angyal? Miért nem ott mondja? Hát mennyivel többen meghallották volna? Mennyivel többen indultak volna el? Én merem hinni, hogy elment. Csak nem hallotta senki. Tehát itt megint arról szól, hogy ki hallja meg, az, aki ki tudja zárni ezt a zajt. De hát nem muszáj, csak mit szeretnénk? Itt az a kérdés. Értem. Aki karácsonyt szeretne, meghittséget, csendet, békességet, annak muszáj megteremtenie. Aki úgy gondolja, hogy a karácsonyhoz hozzátartozik az ünneplés, a barátság, a hír, az információ, az amerikai történések is, és minden más, hajrá, dönts el. Csak ne az élményünk legyen, hogy mi szerettük, hogy béke legyen, és boldogság legyen, és a család együtt legyen, és elcsendesedjünk, és megteljen a lelkünk, miközben teljesen más teszünk. Tehát igazából nincs is-is, hanem vagy-vagy van, szerintem. És ez egy nagyon nehéz dolog, és nagyon helyesen van a felvetés, hogy ez kőkemény feladat. Ez egy elvonási tüneteket is jelenthet, hiszen hozzászoktunk az információhoz, hozzászoktunk, hogy reggel 5-kor már tudunk mindent, hogy napközben óránként, 10 percenként, akár percenként hozzányúlhatunk az információhoz, és a része. De hát nekünk kell dönteni, hogy mit szeretnénk, mert amelyik úton elindulunk, oda fogunk megérkezni. Igen, hát az jutott eszembe, hogy hangos csinnadrattával nagyon nehéz lecsendesedni. Főleg, hogyha az ember tökéletes hallással rendelkezik, mert akkor ugye az egy folyamatos zavaró tényező. És lehet, hogy nem is mindenki vágyja ezt. De valahol az egész advent, ugye ezzel a kis készülődéssel, akár egy mézes kalács sütéssel, akár a lakásunk ünnepi díszbe öltöztetésével, mégiscsak csak egy kicsit ugye befelé mutat, vagy arra az útra terel, mert addig is, ameddig egy mézes kalács készül, addig nem a híradót bámulod, vagy olyan beszélgetéseket hallgatsz, aminek van értelme, mert hogy ott az emberek olyan dolgokról beszélnek, ami a szívükből jön. Tehát... Vagy pont beszélgetünk közben, mert egy mézes kalácsütés közben lehet beszélgetni. Egy készületben, egy díszítéskor lehet beszélgetni. Megint csak amiről beszélünk, és nagyon helyes, hogy az embernek a figyelmét a tárgyakról a személyek felé kell, hogy fordítson. Az, hogy milyen folyamattal teszünk, azért ez ki lett találva. Tehát ezek a készületek mit mindenről szólnak elvileg, hogy erre figyeljünk, hogy vegyük észre, hogy a személy a fontos, nem a tárgyak, mert a körülményeket nem fogjuk tudni megváltoztatni. Mindannyian érezzük, hogy ez a karácsony nem olyan, mint 5 évvel ezelőtt volt, és legfőképpen nem olyan, mint 10 évvel ezelőtt. Most olyan sok minden forr bennünk, hiszen háború van, energiaválság van, az országban is érezzük ezt az állandó feszültséget, megélhetési kérdések, politikai kérdések, annyi-annyi minden van, hogy az embernek nagyon komoly feladatot jelent az, hogy ezek helyett valami mást helyezzünk a középpontba. És ez a más, ez adott esetben a karácsonykor mindig egy gyerek. Mert a gyereknél az ember elcsendesedik automatikusan. Senki nem kiabál, amikor ott van egy pici baba. Nem is tudjuk, hogy miért, de elkezdünk suttogni. Még akkor is, ha tudjuk, hogy nincs hallása, vagy még nem is indult el úgy abban a formában. Egy pici gyerek mellett az ember mindig meg akar javulni. Mert a gyerek mellett valamiért sugároz rá. Ott mindig közel akarunk hozzá hajolni. Mert érezzük, hogy valamit kapunk belőle, és ahogy közelebb hajolunk, mindannyian egymáshoz is közelebb kerülünk. Tehát itt mire fókuszálunk? Én azt hiszem, hogy ez a legnagyobb kérdés, hogy mire fókuszálunk, és hova akarunk megérkezni. Ha egy gyerek áll a középpontban, és milyen nagyszerű dolog, hogy az Isten direkt így akarta, hogy egy gyerek legyen a középpontban ezekben a dolgokban, akkor pont erre figyelmeztet minket, hogy merjünk újra emberek lenni. Vegyük észre az emberiségünknek ezt a nagy csodáját, vegyük észre a másiknak a tekintetét, vegyük észre azt, hogy egy kicsit közelebb megyünk, és nem fogunk fázni, mert talán kevésbé fázunk, ha szeretünk. Talán kevésbé fogjuk érezni a külvilágnak a nehézségét. Tehát ugye mindannyian látjuk a pingvines történeteket, akik az északi sarkon összebújnak, hogy egymást vigyék. Valami ilyesmire hív meg minket az ünnep. Én nagyon szeretem, hogy ott az egyszerű pásztor és a gazdag király, a júdeai és a távol-keletiről érkező, a vallásos és a kevésbé vallásos, a bölcs és a nem bölcs ember. Milyen érdekes, hogy mindenki össze tud odaérkezni, és együtt tudnak lenni, hogy milyen meghívás ez mindannyiunknak, hogy merjünk már egy kicsit
közelebb kerülni. Nem csak ahhoz a gyermekhez, hanem egymáshoz is. És akkor megint érezni fogjuk, hogy igen, kiemel minket ebből. Kiemel ebből a zajból, kiemel ebből az összvilágból, kiemel minket ebből a, bocsánat, katyvaszból, amiből most élünk, és arra az egy napra, öt napra, néhány órára újra embernek érezzük magunkat is, és feldíszítjük a lelkünket, és azt fogjuk látni, hogy talán fontosabb, mint a fa, mint minden más díszítés, fontosabb, mint a tárgy, mert csillognak az emberek, és csillognak a tekintetek. A fókuszról beszéltél, nekem még erről annyi jutott eszembe, hogy a nézőpont is nagyon sokat számít, mert mi emberek ugye a kis hangyányi emberöltőnkbe sűrítünk be mindent, és lehet, hogy egy borzasztó nagy katyvaszban vagyunk, és ez a karácsony nem olyan, mint 5 évvel ezelőtt volt, de eszembe jut édesanyám és a nagyszüleim, akik otthon készítették a szaloncukrot, és sztaniol papírba csomagolták, és egy karácsony vagy egy lucfenyőágra díszítették, hiszen nem volt karácsonyfájuk, és az ünnep az volt, hogy együtt voltak, és beszélgettek, és mindenki kapott az almából egy-egy kis cikkelyt. És sokan élnek még a tévénézők közül, akik megélték ezt az időszakot, amikor borzasztó szegények voltak, amikor háborúban voltak gyerekek. Tehát ahhoz képest azt gondolom, hogy még mindig különleges karácsonyaink vannak, mert ilyen stúdióban ülhetünk, beszélgethetünk, és sokszor egy gyertyafénye is elég ahhoz, hogy fényesebben lássuk a világot. Hát köszönjük szépen, és áldott, békés, boldog karácsonyt kívánok. Köszönöm. És mindenki másnak, hogy lássuk, hogy ez az ünnep, ez egy belső ünnep, és egy belső díszítést igényel. Jó díszítést, és jó ünneplést mindenkinek. Kedves nézők, mi pedig a folytatásban egy kis muzsikával kedveskedünk Önöknek. Mindnyájunknak 3 élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Ezt a gondolatot dolgozza fel a többszörösen díjazott olasz film, amelynek színházi adaptációját mutatta be a Móricz Zsigmond Színház. A Teljesen idegenek című darab olyan kényes kérdéseket feszeget, hogy mit jelent őszintének lenni egy barátságban, szerelemben, hogy meg lehet-e ismerni a másik embert, vagy erre az együtt leélt élet is kevés. Apa, gyere ki, anya, meg borongol! Nincs ide! Adj ide! Adj ide! Úristen! Adj ide! A Pici! Úristen! Apa! Pricsi, a lányod egy csomó f***t hordott össze, nem mondasz semmit! Mit mondja Kéva? 17.
17 éves, az ellenkezője lenne furcsa. 16 és fél. És Gergővel jár. És? Nem tetszik nekem az a fiú. De neki igen. Jézusom, Ricsi, neked sem tetszik. Különös játékot talál ki egy baráti társaság. Bárkinek megszólal a telefonja, üzenetet kap, együtt hallgatják és olvassák. A hétköznapi estén váratlan titkok tárulnak fel, évtizedes kapcsolatok kezdenek lazulni. Eddig úgy gondolták, jól ismerik egymást, ám lassanként elszabadul a pokol. A sztori a párkapcsolatoknak és a barátságoknak tart tükröt. Paolo Genovese 2016-ban készült filmje nagy siker volt a mozikban, és azóta a színházakat is meghódította. Az előadás rendezője, Tárnoki Márk, először dolgozott a Nyíregyházi Társulattal. A rendező úgy véli, a történet nagyon alkalmas színpadi játékra is. Műfajilag nem sorolnám a vígjáték kategóriába a történetünket. Az biztos, hogy szórakoztató, de alapvetően családok széthullását láthatja a néző, tehát ilyen módon bizonyos tekintetben megrázó történetekről van szó, ugyanis titkok derülnek ki, fontos, szoros szövetségek, barátságok, szerelmek hullanak szét. De hát mindezt azt hiszem, hogy nagyon váratlan és szórakoztató szituációkban figyelhetik meg a nézők. Én először dolgoztam itt Nyíregyházán, és nekem nagyon jó élmény volt. Remek társulat, nagyon jó színészekkel dolgozhattam, akik nagyon jó ízléssel nyúltak a szerepeikhez, és azt hiszem, hogy jól értették, ami az én fejemben volt erről a történetről. Ez a történet eredetileg egy film volt, és több másik film is született belőle, itt ugye Magyarországon is a Bujék, illetve színházi előadás. Ön szerint miért foglalkoztatja ennyire ez a téma a rendezőket, illetve a filmkészítőket és a színház csinálókat? Igen, eredetileg ez egy olasz film, de nagyon alkalmas színpadi játékra, ugyanis hát mondhatni, hogy egy kamaradráma, tehát viszonylag kevés szereplő, egy éjszaka történését követhetik végig a nézők, egy helyszínen, egy nappaliban játszódik a történet, tehát ilyen módon nagyon alkalmas arra, hogy ezt színpadra adaptáljuk, és színpadon lássák a nézők, és talán pont azért ilyen kedvelt, mert nagyon jó arányban jelenik meg a vígjátéki elemek, tehát a szórakoztató és mulatságos történések, és közben pedig a tartalom, tehát a sötétebb tónusok, vagy a drámai felhangok nagyon jó elegyét alkotják ennek a történetnek. Hát te jósodok vissza! Nem, meg kell várni az eljárás végét. Ki van tűzve már a tárgyalás időpontja? Június vége. Minden rendben van, ne? Igen. Az ügyvéd azt mondja, hogy minden vádalom felmentenek. Akkor nyáron buli? Fáradt vagyok. Alig várom, hogy vége legyen. Én már mindjárt vége. Anna, mit pont? Örül neki. Én van, mi ez a változatós? Baromi jó. Kapi vagyok. Szuper. Nem el! Ha elszívem, adjál neki! Húzzál! Minden! Jó, hát csak ide majd én. Apropó, megtaláltuk már a házat kapunk. Jó, minden! Hát szerintem nyári nem kellene több kaprivogyót lennünk, hogy egy egész házat ki akarunk venni. Itt most bemutatják az előadást, és akkor utána sajnos be is zár a színháznak a nagy színpadi része, és mi lesz majd a folytatás? Örülök, hogy nem rögtön a bemutató után van a szünet, hanem van lehetőségünk egy picit megszokni közönséggel. Nagyon várjuk a közönséget, mert tulajdonképpen kész vagyunk, és nagyon kíváncsian várom azt, hogy hogyan fogja fogadni ezt a nyíregyházi közönség. Tehát fogjuk játszani még egy hétig, utána pedig tavasszal, amikor kinyit a színház, akkor felújítjuk és folytatjuk. Az előadás olyan kérdéseket feszeget, hogy mit jelent őszintének lenni egy barátságban, szerelemben. A színpadon feszült, abszurd, szórakoztató jelenetek követik egymást. A baráti társaság egyik különös tagját Rák Zoltán alakítja. Nem, srácok, gyerünk már, hé! Nekem van hozzá kedvem, ha? Játsszuk én a játékát!
A neve az Pepe. Vezetéknevet nem tudok. Gondolom ez még az olaszból, maradt az olasz eredeti darab fordításából, hogy Pepe, aki egy nagyon érdekes figura, nagyon nem szeretném lelőni, hogy mi neki tulajdonképpen az útja, de az tény, hogy nagyon várják a többiek. Ezek szerint nagyon szeretik, mert folyton ugratják, és azt gondolom, hogy azt az embert szokták baráti körben ugratni, akit szeretnek. És izgalmas dolgok fognak szépen kiderülni majd közben róla. Szeretted a próba folyamatot? Igen, abszolút. Most remélem nem hall a rendező, de már éppen dicsérni fogom, hogy egy nagyon-nagyon kellemes fiatal srác, akinek a személyisége abszolút belengte ezt a próba folyamatot, mert egyáltalán nem görcsöltett senkit, nem minden kérés abszolút korrekt, és nagyon jó ízlésű, úgyhogy csak jókat tudok róla mondani. Na, én nagyon kedveltem. Úgy gondolod, hogy elég volt ez az időszak? Mert nem is olyan régen találkoztunk itt, amikor volt az olvasópróba, az ilyen november első hete talán. Igen. Kezdjük megszokni ezt a munkatempót, vagy már rég megszoktuk. Szerintem igen, mert alapvetően nem egy ördög lakat ez a darab, nem is könnyű, nagyon sok apró részletből áll össze, de azt remélem, hogy igen, hogy ennek az időnek elég kellett, hogy legyen. Itt szinte teli holdkor lesz a premier, és a darabban pedig valami holdfogyatkozás is van állítólag. Igen, érdekes módon ez a baráti társaság ezt a holdfogyatkozás időszakát várja, erre az apropóra gyűlnek össze, ami a teljes holdfogyatkozás azért nagyon ritka, és hogy van ebben a történetben egy kis hajazás arra, hogy kicsit furcsa dolgok történnek, ugye a holdfogyatkozás, tehát tudjuk, hogy az égitestek azért befolyással vannak az emberekre, itt a holdfogyatkozáskor elég sok érdekes dolog fog történni ebben a színdarabban. Hiszek neked, Letícia otthon van, lázas, te kaptam. Nekem nem hozzá kedvem. Tényleg, jó, milyen játék ez van? Szórakoztató. Nekem nem úgy tűnik. Én talán van valami rejtegetni valóta. Félre értesz szívem, nekem nincs itt az enyém. Attól félek, inkább neked van. És a szeretőd van, én nem akarok tudni róla. Hát, ha szeretőm lenne, akkor nem javasoltam volna ezt a játékot. Szerintem jó ötlet, Éva. Szórakozzunk egy kicsit. Mi van? Csak nem kellene aggódnom. Jaj, ugyan már. Hova gondolsz? Most tényleg annyira prosztó dolog mobilokkal az asztalon vacsorázni. Tényleg! Gyuri! Mindig kikapcsolta. Lehet, hogy mindig képernyővel lefelé. Mit csinálok? Így! Az itt nem veszel észre. Rák Zoltán partnerei az előadásban Széles Zita, Kosik Anita, Kovács Vecei Fanni, Tari Patrícia, Gulácsi Tamás, Íjés Ákos és Horváth Viktor. Thank you.
Köszöntöm a kedves nézőket, folytatódik a Weekend. Stábunk idén is sokszor ellátogatott a Nyíregyházi Állatparkba, a vidám pillanatokból most következzen néhány.
valaki igen kíváncsi. Folytatásban ismét zene következik. Még nem is létezett ez a művészeti ág, a modern technika és kreativitás szülte az épületvetítés műfaját, amelynek következő vendégem elismert mestere lett. Egy tokiói világversenyen nyíregyháziként lett első Varga Zoltán, az EPER digitál alapítója, aki legutóbbi beszélgetésünk óta a japán fővárosba is ellátogatott. Szia Zoli, jó estét! Szia, jó estét, üdvözlök mindenkit! Hát gazdagabb lettél, ugye? Most már megtörtént a díjátadás, és azért ezt szerintem senki nem hagyta volna ki, hogy... Nagyon jó volt. Maga a díjátadó is még legutóbb kérdezett, hogy milyen lesz, vagy hogy mi lesz. Ugye akkor még nem lehetett tudni, hát akkor ott megtudtuk, hogy milyen volt és milyen lett. Egyébként szuper volt, ez is nagyon,
szépen volt szervezve, tehát előtte betanítottak mindenkit, hogy ki hova fog állni, hogyan jövünk ki, hogyan megyünk be, hogy jönnek be a felkonf, uh-huh. hogyan, mikor jön meg a... Hol volt maga a diátadó? Ez úgy nézett ki a fesztivál, hogy ez a Tokió központi kerületébe, Shinjukuba, egy a Meiji család emlékmúzeumának a homlokzatára volt vetítve maga az anyag, vagy az anyagok, és az előtte lévő parkba pedig volt megrendezve maga ez a fesztivál. És lényegében ott a múzeum előtt történt a díjátadás. Hát gondolom, hogy rengetegen voltak már a nézők. Igen, sokan voltak. És mennyire engedik el magukat a japánok? Tehát volt ováció, vagy visszafogottabbak? Abszolút visszafogott, nagyon-nagyon visszafogott minden. Itt alapvetően azért volt nagy készülődés, mert a kormányzó asszony adta át a díjat, ami nagy szó, uh-huh. tehát hogy eljött. Ezt maga Tokió városa is tehát pénzeli, vagy ő támogatja, uh-huh. tehát ők, akik viszik ezt a fesztivált. Közben itt a nézők igen. látnak képeket ugye az igen. eseményről. Ez éppen már a te ez az én munkám volt, igen. Igen. És akkor ott a kormányzó asszony? Igen, a kormányzó asszony adja át éppen a díjat. Ez amúgy nagyon szép volt, nagyon különleges. Egy része titán, uh-huh. más része pedig itt a producer úr, a Michi, uh-huh. aki producereli ezt a fesztivált, ő vele voltam látható, és tehát a díj maga is nagyon szép mestermunka, egyébként a producer úr tervezte, és elmondta, hogy 8 különböző cég készítette el, mert különböző csiszolásokkal van megoldva, akkor ginkó levelek vannak bevonva fémmel, uh-huh. azok vannak feltűzve, bizony nagyon komoly technológiával. Ez elég szimbolikus azért ez igen, a díj, mert igen, valamelyest igen. ugye visszatükrözi azt a precizitást és azt abszolút. A pontosságot, amit abszolút. Igényel maga ez a műfaj. Abszolút, nagyon szép volt tényleg, de hát repülőtéren többször is kivetették, mert ugye egy nagy fémplakett, és ugye nem nagyon nehéz, azért uh-huh. nem is hoztam el, mert nehéz, tehát 5-6 kiló biztos van benne. De tényleg mestermunka, nagyon szép, nagyon büszke vagyok rá. Nem is gondoltam, hogy ilyen nagy dolog lesz. Szuper jó volt. Tehát és milyen volt a benyomásod úgy alapvetően az országról, az ottani emberekről? Minden sztereotípia igaz. Uh-huh. Én nekem az volt a benyomásom. De nagyon rendezettek, nagyon tiszta minden, nagyon-nagyon udvariasak, nagyon előzékenyek, de nagyon csendesek. Alapvetően az utcák meglepően csendesek. Egy Tokyo City 16 millió. Lakosa van, 16 millió lakosa, a Metropolisnak 38 majdnem. És nem érzi az ember ezt az óriási nagy zaját a nagyvárosnak. Persze vannak olyan részei, ahol igen, nagyon nagy vizsgés, de alapvetően meglepő. Igen, hát azt gondolom, hogy ugye ez az külső máz. Igen. És nyilván, hogy milyen az ember, az ott meg nagyon nehéz talán sztereotípiákat felállítani, de tudjuk, hogy vannak teljesen elferdült dolgaik, ugyanakkor meg nagyon kreatívak, igen. és nagyon nyitottak, és ugyanakkor talán az embert tisztelik igen. mindenhol a világban, és ez egy nagyon pozitív. Szabályzottak, nagyon rettenetesen szabályzott minden. Nagyon precíz, pontos. Szerintem körülbelül kétféle embertípus van. Az egyik az elvarázsolódik, imádja az ottani közeget, az ottani stílust. A másik meg azt mondja, hogy oké, jó, hogy itt voltam, de én többet ezt nem uh-huh. szeretném. Te melyik? Hát én imádtam. Imádtam, nagyon jó. Te az elvarázsolt. Nagyon, nagyon. Tényleg olyan, mint amilyen neki elképzeljük. Fel kellett készülni, azért egy hónapot készültünk rá, hogy azt a kevés időt, amit ott eltöltünk, azt tartalmasan el tudjuk uh-huh. tölteni. Tehát akkor mindent, ami belefért, ezt megnéztetek. Az biztos. Mi volt a legkülönlegesebb? Vagy minden én nagyon szerettem magát az utcákat. Tehát azt a biztonságot. Nagyon szűkek az utcák, nagyon-nagyon kicsi, keskenyek, mindenhol lehet gyalogjárni. Nagyon jó, hogy a tömegközlekedés csúcs. Nagyon jó minőségű, nagyon tiszta, nagyon szép, nagyon rendezett. De erre tudom, ezt is csak ezt tudom, hogy tényleg olyan, ami így meglepő egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy Európa is... Kelet-európai harcosoknak ez igen. Meglepő, hogy igazából az, hogy ott mindenki erre van nevelve.
gyerekkoruk óta, ugye ott az iskolában nem is takarítanak, nincs takarító személyzet, úgy értem, hanem ott a diákoknak kell takarítani, és ez nagyon. Ez most láttuk talán a, a világbajnokságon is, hogy összeszedték maguk után. Így, na, pontosan. A japánok, illetve, igen. Bocsi, a japánok, igen, láttam ilyenek. Magát a igen. helyet is, ahol a játékosok kijöttek, tehát az öltöző is igen. patika volt, igen. és hát a drukkerek is összeszedték. És ez nagyon látszik. Ez nagyon, nagyon, és ez áthatja az egészet. Amúgy ez a rendezettség és a biztonságérzés. Tehát ez a kettő, ami szerintem így ezt így én sok helyen jártam, de ezt még így sehol nem tapasztaltam meg, hogy egy ilyen nagyvárosban ennyire. Hát nem tudom, hogy hány évtizednek kellene eltelni, hogy mi eljussunk ide, de akkor meg már megint csak le leszünk maradva, mert hát ők is haladnak a korral. Egy picit kanyarodjunk vissza akkor magához, a fényfestéshez. Gondolom, hogy azért egy ilyen díj az egy hatalmas súly olyan szempontból, hogy akkor ezzel a dologgal most már azért így foglalkozni igen. a jövőben is, igen, ugye? Igen, igen. Hát reméljük egyébként, hogy kaptam ígéreteket, hát majd ezt meglátjuk, hogy ezzel mi lesz, hogy lesz. De az biztos, hogy jövőre akkor még megyünk vissza egy alkalomra, aztán a többit még nem tudjuk. De a zsűrivel nagyon jót beszélgettem, egyébként nagyon jó presztízsű, nagy presztízsű zsűri volt, akik ott voltak. Az egyik egy Moment Factory nevezetű kreatív cégnek volt a kreatív igazgatója, akik most éppen nyitottak Japánba stúdiót, de voltak ott média művészektől kezdve egyéb prominens személyek, úgyhogy én is meglepődtem, hogy ennyire komoly és nagyon szakmailag amúgy nagyon sikeres volt, meglepően egyébként tényleg tetszett, tehát aratott igazából. Úgyhogy nagy feltöltődés volt, mert ugye általában ez a munka azért gép előtt ülést. Mondhatjuk azt, hogy unalmas? Hát magányos, inkább magányos. Azt mondom. Tehát ez egy egyéni alkotói munka, mint egy festés, vagy bármi. Lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen ez a film először a te fejedben zajlik? Abszolút. Tehát ezt meg kellett, én kitaláltam ezt, hogy mit akarok, és ahhoz kerestem utána a zenét is például. Tehát nekem megvolt az az ötletem, hogy ezt a mozgást akarom mindenféleképpen. És az lett egyébként, az lett. Ami előtte az volt lett, a fejedben? És nagyon örültem, hogy az lett. Persze, mikor befejeztem, akkor rögtön ott volt, jó, akkor kezdhetem most előről kb. De erre nem volt idő. De szerencsére átjött minden, amit akartam ezzel közölni is, mint vizuálisan. Hát magyaráznom azért kellett hozzá, hogy mi, hogyan kapcsolódik itt mi. Tehát a fesztiválhoz maga az egész. Meg a témához, de alapvetően átment. Nagyon érdekes, amit mondtál, hogy igen, olyan, mint a festészet. Most az jutott eszembe, hogy majd ugye azt mondjuk el, 30 év múlva, ha élünk, hogy ez Varga Zoli 2020-as korszakának a igen, terméke, és akkor hát amerre a világ megy, gondolom, hogy az árnyalja azt is, ami a te fejedben van, meg mint ember te is, ahogyan érsz és igen. változol, azok abszolút. Is megjelenhetnek ezekben a ezekben a festményekben. Abszolút. Egyébként még egy mondat, ez a technikát, ez 10 éves technika nekem, de így nagyon sokáig elraktam ezt a dolgot, és most pont volt egy olyan alkalom, hogy ezt elő tudtam szedni, és most ezekkel, tehát ugye 10 év után azért fejlődik az ember, és most újra tudtam ezzel foglalkozni, újra tudtam komponálni, és úgy látszik, hogy volt, tehát sikere volt, úgyhogy most megpróbálok erre a stílusra egy kicsit jobban ráfeküdni, kidolgozni, és aztán meglátjuk, mit az a jövő. Azt gondolom, ez a 10 év az lehet, hogy nagyon jót tett, nem? Hát tulajdonképpen ebben már 10 éves meló benne van. Abszolút, Zoli, hát a jó Isten adjon neked hasonló sikereket. Köszönöm szépen, reméljük, és sok elismerést. Még itt is leszünk Nyíregyházán valamikor. Reméljük, én nagyon bízom benne. Én is szeretném a proféta lenni itt a igen. saját hazámban. De hát az nehéz. Nem baj. Hát, ha itt a karácsonyfa alatt vágyunk valami jó kis jövőt. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Boldog karácsony. Boldog karácsony, köszönöm szépen. Kedves nézők, maradunk még a művészeteknél, zenével folytatjuk a következő percekben. Thank you.
Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Békés, boldog karácsonyt kívánok Önöknek az egész stáb nevében. Egy hét múlva pedig várjuk Önöket ismét itt a Weekendben. Viszontlátásra!